Vajon mi alapján osztják szét az egészségügy szűkös forrásait? Mennyibe kerül megmenteni egy emberi életet? A Nyitott Egyetemben dr. Decsi Tamás előadását láthatják. Tartsanak velünk! Tisztelettel üdvözlöm az Egészségakadémia mai előadásának kedves résztvevőit itt a helyszínen, és a televízió nézőket a televízió képernyője előtt. Én az egészségügy anyagi hátterét az egyes beteg és az egyes orvos találkozása felől közelítem meg, kicsit fölvillantva a bizonyítékokon alapuló orvoslást, mint módszertant arra, hogy hogyan tudunk objektíven megközelíteni olyan egyszeri alkalmakat, ami a panaszával az orvoshoz forduló beteg és az orvos valóban megismételhetetlen egyszeri találkozása. Amikor egy klinikai kérdéssel elkezdünk foglalkozni, akkor tulajdonképpen két tengelyre egyszerűsíthető le az adatgyűjtés sürgőssége, a kérdés súlya, és ezzel összefüggésben a betegség vagy állapot, akár az egyén, az ak akár a társadalom számára akut volta a meghatározó. A Súlyos betegségekben sürgős választ váró problémákkal kezdünk el először foglalkozni, aztán majd valamikor ennek a tengelynek a mentén tovább haladva előbb-utóbb az egészségügy más első pillanatra talán kevésbé izgalmas kérdései is sorra kerülnek. Ez egy általános megközelítés, ugyanakkor a beteg oldaláról számos részkérdést kell megválaszolnunk ahhoz, hogy terápiát válasszunk, vagy éppen döntést hozzunk abban a kérdésben, hogy melyik beteg milyen típusú ellátásának tudjuk biztosítani a fedezetét. Nyilván az alapkérdés, a betegség súlyossága a hétköznapi értelemben véve is, meg a társadalom megközelítésében is, tehát, hogy a gyógyulás elmaradásának, az egészségkárosodás kialakulásának mi a kockázata, és milyen egészségnyerességet remélhetünk a sikeres kezeléstől. Egy kórállapotban mit tudunk elérni akkor, hogyha bizonyos gyógyító megelőző eszközöket bevetünk. Természetesen nincs kezelés. Mellékhatás nélkül. Tehát egy adott beavatkozásnak hátrányai és megterhelései vannak a beteg számára is, amit a betegnek vállalnia kell, hát, és vannak költségei a társadalom számára, amit a társadalomnak kell vállalnia, már persze akkor, hogyha ezt racionális keretek között megteheti. Alaptétele minden az egészségügyjel foglalkozó forrásmegosztásnak, hogy az egészség iránti igény végtelenné tehető, a kereslet tulajdonképpen határtalan, ezért erre a társadalmi költség kérdésére előbb-utóbb valamilyen mechanizmusnak egy korlátozó választ kell adnia. Ez a korlátozó válasz megjelenhet egy adott ország törvényeiben, vagy éppen finanszírozási mechanizmusaiban. De egy szabályozatlanabb helyzetben egészen egyszerűen a piac, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is szabályozhatja ezt a folyamatot. Ami az orvos tájékozódását illeti, itt az életpálya során az érdeklődés változik. Az orvos egy idő után egyre nagyobb szakmai tudásra, tapasztalatra tesszert, és a szakmai gyakorlatának növekedésével egyre inkább speciális kérdésekkel kezd el foglalkozni. A pályafutásnak ebben a fázisában már gyakorlatilag egyetlen kérdés vagy egyetlen kérdéskör lesz az, ami a jól képzett szakember érdeklődését, figyelmét leköti. Itt semmi más nem tettem, mint az orvostudomány legnagyobb Nyilvánosság hozzáférhető adatbázisában, az úgynevezett Medline adatbázisban, tíz éves időszakokban megnéztem, hogy az én kedvenc témakörömben hány tudományos közlemény jelent meg. Ha összegezzük ezeket az adatokat, akkor ezen az icipici területen, ami az orvostudománynak egy rendkívül kis része, hát úgy összességében 20-30 ezer tudományos közlemény van amit illet volna elolvasnom, nyilván ennek a töredékét ismerhetem csak, és azért fölhívnám a figyelmet ezekre a kis sárga oszlopokra, mert ezek az összegző közlemények azok, amik aztán alkalmat adhatnak arra, hogy egy adott kérdést megpróbáljunk lezárni, mármint az adatgyűjtés oldaláról, és akkor azokat az adatokat átfordítani forrásmegoszlássá, ott jöhetnek a forintok vagy az eurók a kérdésben. Amikor arról van szó, hogy egy orvosi beavatkozás hatásosságát meg akarjuk ítélni, akkor a mai tudásunk szerint kizárólag az úgynevezett véletlenszerű besoroláson alapuló, vagy idegen szóval randomizált és ellenőrzött kontrollált vizsgálatok azok, amiknek az eredményeire támaszkodhatunk mielőtt a vizsgálatnak az első lépése megtörténne, véletlenszerűen, ilyen vagy olyan módon a betegeket besoroljuk két csoportba, az egyik csoportban valami általában újat adunk, a másik csoportot pedig összehasonlításként használjuk. Amennyiben a besorolás véletlenszerű volt, akkor joggal gondolhatjuk, hogy a két csoport hasonló egymáshoz. Azaz, ha a beavatkozás és az összehasonlító kezelés végén itt ugyanabban a kimenetben, ugyanabban a változóban különbséget látunk, akkor okkal gondolhatjuk, hogy ez a beavatkozás az összehasonlító kezeléssel szembeni különbsége, nem pedig valamiféle más tényezője. A kontrollált vizsgálatoknak is vannak különböző minőségi követelményei. Itt most hat ilyen minőségi követelményt soroltam föl. Ezek tovább bonthatók. Engedjék meg, hogy egy kis részletet kiragadva bemutassam, hogy milyen típusú buktatói lehetnek az ilyen vizsgálatnak. Azt gondolom, hogy a placebo hatás mindenki számára ismert, jól tudjuk, hogyha azt várjuk, hogy valami bekövetkezzen, azzal már kicsit a bekövetkezéshez közelebb jutunk. Ugye itt a kockacukornak és a konyhasónak a jótékony hatásairól szokás beszélni. A jelenség lélektani szinten azért ennél egy kicsit megalapozottabb. Talán az izületi panaszok fájdalmai az orvosi nejelven reumatoid artritisnek nevezett betegségben szenvedő betegek panaszai mutatják a legvilágosabban, hogy az ő körükben a hatástalan gyógyszerre bekövetkező fájdalomcsillapodás esélye olyan 40% is lehet. Tíz beteg közül négy köszöni szépen jobban van, hogyha tejcukrot vagy desztillált vizet kap. Az adott kórképben ez elég jól megmagyarázható. Hiszen ez az izületi időd gyulladásos betegség sajnos a mai módszereinkkel nem gyógyítható, amit tenni tudunk az a panaszok enyhítése, és ezek a betegek éveken, évtizedeken keresztül kapnak különböző, az idők során nyilván más és más kezelést a fájdalmak enyhítésére, a panaszok mérséklésére ők arra vannak kondicionálva, hogyha jön egy új gyógyszer, annak eddig mindig az volt a következménye, hogy a panaszaik mérséklődnek. Amikor ez az új gyógyszer történetesen nem új gyógyszer, hanem kockacukor, egy ideig legalábbis ez a beidegződés kifejti a hatását. Erről célszerű az orvostudománynak is mindig tudnia, mert ha nem ismerjük, hogy például az adott korkében, a placebo hatás 40 és csak ennek az ábrának a baloldali részét nézzük, akkor elég könnyen azt mondhatjuk, hogy ó, kérem, hát itt van egy sárga kezelés, meg egy kék kezelés, és a sárga kezelés kétszer hatásosabb a kék kezelésnél. Ezt kell választani, és ezt kell finanszírozni. A vólóság az sajnos ennél szomorúbb, két ártalmas beavatkozásról van szó, és szerencsére a kék kezelés az különbözik kicsit a placebo hatástól való eltérésében, különböző mértékben ártanak, de voltaképpen a döntésünk nem lehet más, mint hogy hát természetesen egyiket sem. Hasonló csapda helyzetbe kerülhetünk, és ez meglehetősen gyakori szituáció akkor, amikor az orvos találkozik a gyógyszergyár látogatójával, vagy éppen a laikus találkozik a gyógyszerreklámmal, hogy hát kérem szépen, van két kezelési mód, és gyakorlatilag a kettő között nincs különbség, tessék nyugodtan a kék kezelést választani, fele annyiba kerül, és a hatása majdnem ugyanakkora. Hát nem. Fele annyiba kerül, és a hatása is fele akkora. Amikor azt kijelentjük, hogy egy kezelés hatásos vagy nem hatásos, akkor voltaképpen valamiféle valószínűség számítást végzünk. Ha annak az esélye, hogy a kezelésünk valójában nem hatásos, kisebb, mint 5% nagyon valószínűtlen szavakban megfogalmazva, akkor tulajdonképpen merjük választani ezt az adott beavatkozást. Beteggel beszélgetve azt mondhatom, hogy igen, itt 80% esély van egy adott vizsgálat értékei alapján a gyógyulásra, és 95%-os valószínűséggel azt tudom mondani, hogy ezek valahol 75 és 85% között vannak. Ha megbízható adataim vannak. Ha az adatok megbízhatatlanok, akkor azt tudom ugyan mondani, hogy kérem szépen van egy gyönyörű vizsgálat, ami 80% eséllyel mutatja ezt a kimenetet, igen ám, de van olyan megbízhatósági tartomány érték, hogy 95%-os valószínűséggel én csak valahol 50 és 110% között tudok önnek adatot mondani, és a 110% már is jelzi, hogy valahol kijöttünk a matematika világából, tehát hogy nem igazán megbízható információim vannak. A gyakorlatban az előző adatokból kiszámolható legfontosabb érték talán a kezelni szükséges betegek száma. Itt egy nagyon egyszerű összefüggésről van szó, ami azonban a hétköznapokban csapda lehetőségét nyitja meg, és bizony különösen gyógyszerforgalmazók hajlamosak élni ezzel az eszközzel. Tudnélik, hogy ha van egy olyan esemény, aminek az előfordulási gyakorisága viszonylag nagy, és én egy gyógymóddal ezt az eseményt felére tudom csökkenteni, akkor nagyon kevés beteg kezelésével egy újabb eredményt tudok elérni. Az adott betegség súlyával, gyakoriságával, egy adott kimenetel előfordulási esélyével való nem teljes megismertetés, az bizony valahol eszköz akkor, amikor egy adott gyógyszerről egy adott eljárásról azt kívánja valaki bebizonyítani, hogy az milyen hatásos. Ez a kezelni szükséges betegek száma viszont objektívá tudja tenni, hogy kérem szépen ebben a körben érdemes adni azt a gyógyszert, ebben a körben meg valószínűleg nem. És rendszerezett áttekintő közleményekből szerezzük ma az ismereteink egy jelentős részét, ezek a közlemények tulajdonképpen az áttekintő közleményeknek egy speciális, szűkebb, külön módszertani kautélák szerint megítél csoportját jelentik. Aztán ezeken a közleményeken belül is van egy kis csoport, ahol számítások is történhetnek, és a jövő az álom, amikor a különböző kutatócsoportok egy adott kérdés vizsgálatában szerzett adatait, egy közös adatbázisba gyűjtjük. Ez lenne az egyedi adatokat összegző metaanalízis, és persze orvosi irányelvek is egyre gyarapodó számban állnak rendelkezésünkre. A hétköznapi orvosi gyakorlatban elsősorban a piramis csúcsán álló bizonyítékokkal foglalkozunk, nem lebecsülve az alsóbb szintű vizsgálatokat. A rendszerezett orvosi információnak ma már nem csak az egyedi tanulmányok, vagy azok szintézise lehet a lelőhelye, de haladunk abban az irányba, egyelőre vázlatos formában, de egy-egy példában léteznek már olyan orvosi informatikai rendszerek, ahol a számítógép és az orvos együtt tud dolgozni egy adott diagnózis felállításában, vagy egy adott betegség kezelésében. Ez volt a bizonyítékokon alapuló orvoslás összefoglalása, és akkor most ezen az alapon szeretnék megpróbálni választ adni arra az egyébként nem könnyen megválaszolható kérdésre, hogy akkor most hány forintért vagy euróért lehet megmenteni egy emberi életet. Általánosságban nyilván megválaszolhatatlan kérdésről van szó. De egy adott klinikai helyzet, egy adott beteg és egy adott kezelés esetében az előző fölvázolt módszerek alkalmazása egyfajta objektív megközelítést mégiscsak lehetővé tesz. Ebben a példában szepsisben szenvedő, tehát vérmérgezésben szenvedő, intenzív osztályon ápolt felnőttekről van szó, akiknek az esetében fölvetődik, hogy egy speciális védekező anyag, az immunglobulinok egy sajátos változata adásával javítani lehetne talán a túlélési esélyeiket. Persze kérdés, hogy milyen áron most az árat a befektetendő összegben értve. Ez egy végtelenül tiszta helyzet, ezért jó talán a példa, hiszen van a standard intenzív terápia, és hozzáadjuk az immunglobulin kezelést, és miután rendkívül súlyos állapotban lévő, intenzív osztályos betegekről van szó, egy eltéveszthetetlen, szakszóval nagyon kemény kimeneti paramétert tudunk alkalmazni, túléli a beteg az intenzív osztályos kezelést, avagy sem. Ebben a kérdéscsoportban kilenc különböző vizsgálat állt rendelkezésre. Ezek mind véletlenszerű besoroláson alapuló kontrollált vizsgálatok, ahol a sárga oszlop jelenti a standard terápiában részesülő intenzív osztályos betegeket, a kék pedig azokat, akik immunglobulin kezelést kapnak. Nagyon súlyos, szinte katasztrofális állapotokról van szó, hiszen látjuk, hogy voltak olyan vizsgálatok, ahol mindkét kezelési mód mellett a betegek felét vagy még többet elveszítettek az intenzív osztályos ápolás során. Az elveszített betegek aránya a sárga kontrollcsoportban az bizony többnek tűnik, mint a kék csoportban, de ennél tovább ezt az ábrát nézegetve nem igazán juthatunk. Itt jön a módszertan, itt lehet a kérdést úgy megközelíteni, hogy kiszámoljuk, a kezelés úgynevezett kockázati arányát, egy átlagértéket, és azokat a bizonyos megbízhatósági tartomány értékeket és valószínűségi értékeket is hozzárendeljük. Van egy összegző sor is, mert hogy ez a kimeneti végpont, hogy meghalt a beteg, vagy túlélte a kezelést, ez lehetővé tesz egyfajta matematikai összegzést, és a kilenc vizsgálat eredményei matematikailag összegezhetőek, és ez az alsó sor tulajdonképpen a kilenc vizsgálat együtt. Ez az a fajta metaanalízis, ami segíthet minket a döntéshozatalban, és ezt a sok-sok számot meg grafikai jelet tartalmazó ábrát én engedjék meg, hogy most nagyon leegyszerűsítsem. Szeptikus, tehát vérmérgezésben szenvedő betegek halálozása az egyesített adatbázis szerint. Amennyiben kapták ezt az immunglobulin készítményt, akkor 23 százalék. Amennyiben nem kapták az immunglobulin készítményt, akkor 44 százalék. A kockázati arány, a kettőnek a hányadosa, az körülbelül 0,56 század, vagy 56 százalék. Itt összességében majd 500 beteg adatait dolgozza föl ez a fajta megközelítés, aminek a matematikailag korrekt eredménye az, hogy a pentaglobin csoportban az elhalálozás kockázata 56%-a a másik csoporténak. És akkor a különböző valószínűségi helyzetekre a különböző átlagértékekkel és megbízhatósági tartományokkal, azok matematikai értelemben mondva permutációjával végül is meg lehetett határozni, hogy melyik esetben mekkora a kezelni szükséges betegek száma. És amikor ezek az értékek objektíve rendelkezésünkre állnak, akkor megrajzolhatunk egy költséghatásosság görbét, ezen a görbében, euróban kifejezve, egy plusz túlélés költségét, és a görbe azt mutatja, hogy ez a költség valahol 7 és 20 valahány ezer euró között van. De hát persze a számok lehetővé teszik, hogy pontosan számoljunk. Ha azt sugalja a mi kórházunk költségvetése, hogy egy pentagoblin kezelés körülbelül 2000 euróba kerül, akkor tehetünk egy olyan becslést, hogyha átlagos költséget és átlagos kezelni szükséges betegszámot veszünk figyelembe, akkor valahol 1500 euró egy újonnan megmentett élet. Persze, figyelembe kell vennünk, hogy ez egy átlagérték, és 95%-os valószínűséggel egy tartományról tudunk csak beszélni. Ez a tartomány, a kezelni szükséges betegek legkisebb és legnagyobb számával, valahol 7000 és 24000 euró között van. Tehát számokkal leírva ezt a görbét tudjuk meghatározni. Nyilván amikor életveszélyben lévő intenzív osztályos betegekről van szó, abban a pillanatban a döntési folyamat az már nem vélekedéseken múlik, hanem számok Állnak egymással szemben. Mindezek a folyamatok nem valamiféle légüres térben, egy számítógép terében zajlanak, hanem az életben, a valóságban, ahol azért mindig arra is oda kell figyelnünk, hogy a közleményekből levont tanulságot mi a saját betegeink, az ellátottak között a saját vizsgált személyeink között hogyan tudjuk megvalósítani. Végül azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy még oly megalapozott eredmény a gyakorlatba történő átültetése egy folyamat. A jó minőségű és alkalmazható bizonyítékok előállítása az ennek a folyamatnak egy első, elengedhetetlen, nagyon fontos, megkerülhetetlen, de mégiscsak csak első lépése, és utána ahhoz, hogy megvalósuljon a kezelés, hogy mosoly jelenjen meg a beteg arcán, azon végig kell menni egy elég hosszú folyamaton, az új eredményt tudatosítani kell, el kell fogadtatni az ellátók és a betegek környezetében egyaránt, és át kell ültetni a gyakorlatban Mindezen során nyilván valamit veszít az új kezelés abból a hatásosságból, amit hiszünk róla, a folyóiratokat olvasva és a számítógép statisztikai programjaival bajlódva, de ha jól csináljuk ezt a folyamatot, akkor azért a végén is marad annyi ebben a csatornában, ami valahol a betegeink hasznára szolgál. Hiszen a bizonyítékokon alapuló orvoslás alkalmazása és annak átültetése az egészségügy forrás hozzárendelés kérdéseibe sem szolgálhat semmi mást, mint hogy a beteg, az egyes beteg, a betegek csoportja, egy adott ország betegei hasznot húzzanak ebből a folyamatból, a végén valahol egészségesebbek és elégedettebbek legyenek. Köszönöm szépen a figyelmüket!